Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunol Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén vagyunk. Én Csonke Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztünk. Én Tóth Ferenc vagyok, Rákóczi falváról érkeztünk, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, s nemtől függetlenül. A PPH-ba való bekerülésem volt az egyik legszebb dolog és legjobb dolog az életemben, ami idáig volt. Tulajdonképpen én is természetgyógyászattal kezdtem szüleim révén, elég sokat foglalkoztunk az ember működésével, de ennél tovább szinte nem jutottunk. És valahogy mindig úgy éreztem, hogy nekünk nem a gyógyítás lenne a fontos, hanem az emberek fejlesztése, és minél nagyobb segítése, hogy visszakerülhessünk a természetes létformánkba, egy magasabb létformába, honnan jöttünk. És ennek a hiteles megismeréséhez mindenki azt mondta, hogy egy hiteles tanítómesterre van szüksége az embernek, egy hiteles tanítványi láncon keresztül tudjuk megszerezni ezt a tudást, ami ehhez kell. És én Szedlacsik Miklós személyében és a PPH keresztül megtaláltam ezt a hiteles tanítómestert, amit nagyon sok helyen jártam, nagyon sok embert ismertem, nagyon sok előadást hallgattam, de ilyen összefoglalt, mint a PPH-nál van Szedlacsik Miklós személyében, nem találtam. Csak bátorítani tudlak benneteket, aki először hallgat bennünket, hogy gyertek és tanuljatok velünk, ennél jobb helyet nem találsz. Szintén természetgyógyászattal foglalkozok nagyon sok évtizede. Nagyon-nagyon érdekelt engem, hogy mi viheti előre az emberiséget. Mindent elolvastam, mindent meghallgattam, nagyon sok mindent megtanultam. És még mindig azt a hiányt éreztem, amit csak itt találtunk meg. Itt tényleg egy olyan komplex tudás van, ami a hétköznapi életben használható, rendbe tudjuk tenni az összes életterületünket. És csak úgy tudunk fejlődni, ha nem a hagyományos tudást, hanem egy különleges tudást kapunk Szedlacsik Miklóstól, ami nem az ő tudása, hanem a teremtőtől tudja közvetíteni az eltitkolt tudást, ami által, csak ezáltal tud az emberiség egy olyan magas rezgést elérni, amivel létre tudjuk hozni az aranykort, mert meg tudjuk valósítani, és vissza tudunk kerülni az eredetünkhöz. Akik hallgatják Szedlacsik Miklóst, ők megtapasztalhatják, hogy minden, amit mond, itt a csapat tagokra gondoltam, minden, amit mond, az betű szerint úgy van, tehát megéljük ezeket a dolgokat, bármikor tanácsot kérünk, az tényleg mindig úgy van, ahogy Szedlacsik Miklós elmondja, rávezet a megoldásra. Bármikor fordulhatunk hozzá, bármilyen elakadásnál, mindig van megoldás. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi vezetőnk, akkor arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információt átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten legkisebb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése,
hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg folyik a világban? Hogy tetszik ez az új világ? Beszéltem olyan emberekkel, akik kint élnek. Tehát mit értem ezt, hogy kint, hogy nyugaton? Tehát mit tudom én, annál, aki Németországban, vagy Olaszországban, vagy például Finnországban, vagy Svédországban, tehát nyugaton. Tehát ahol azt gondolja az ember, hogy ugye ott sokkal jobb. És ugye régebben, régóta mondom azt, hogy nem tudom mennyire tudjátok, hogy mennyire vannak eladósodva az országok. Ugye ennek utána lehet nézni, hogy a világ országai mennyire vannak eladósodva, vagy akár Európa országai mennyire vannak eladósodva. Ugye tudjátok, hogy az egyfőre eső adósság állománya az a USA-ban a legtöbb, és akkor mi valahol így a középmezőnybe tartozunk, tehát mi egyfőre menőleg nem a legeladósodottak vagyunk. Tehát ugye mit jelent az eladósodottság? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jólét az hitelből van finanszírozva. Jó, tehát a jólét az hitelből van finanszírozva. Na most, tehát egy magánszemély, most például Magyarországon megnézel, akkor a nagyon sok magánszemély jólétet mutat kifele, és azt hitelből finanszírozza azt a jólétet. Világos voltam? Na most ez nyugaton sokkal inkább így van, mint itt Magyarországon. Tehát sokkal inkább így. Tehát akikkel beszéltem, és kint élnek, főleg ugye az, aki már régen él kint, tehát régóta, még mondjuk a szocializmusban vándorolt ki, ugye elmondják, hogy ott a hitelfelvétel az ilyen totál egyszerű, és gyakorlatilag nincs, szinte nincs olyan család a gazdagokon kívül, aki ne vett volna föl hitelt. És évtizedekre vettek föl hitelt, és nem kevés összegeket, mert mondjuk forintba átszámítva ilyen sok 10 millió hiteltartozásuk van. Most akkor végig gondolod, hitelből jólétet finanszírozni, azért az elég durva. Az elég durva. Mert van egy mondás, ha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. Tehát ténylegesen annyi a vagyonod, hogy ezzel tisztában legyél, ami hitelmentes. Érted? Tehát ha mondjuk van 50 milliós vagyonod, csak most mondtam valamit, ami a mai világban nem túl sok, és mondjuk 25 milliós tartozásod van bankok felé, akkor neked csak 25 millió vagyonod van. Világos voltam? Nem 50? Nagy tévedésben élsz, ha azt hiszed, hogy 50. Jó, és bármi, amit hitelre vettél, és még nem fizetted ki, az igazából végrehajtható, és mert az nem a tied. Oké? Okay? És a világ fejlett országai soha nem voltak így eladósodva, mint manapság. Soha. És a lakosság sem volt így eladósodva, mint ahogy most el van adósodva, soha.
Na most, de ugye, ha jobban megnézzük, akkor miért jutottak ide az országok és az emberek, hogy eladósodtak? Mert ugye eladták nekik az embereknek azt, hogy a jólét az hitelből finanszírozható a legkönnyebben. Tehát ha ma megnézed, a legtöbb ember autót hitelre vesz, a legtöbb ember lakást hitelre vesz itt Magyarországon. Oké? Sőt, ilyen magasabb értékű eszközöket, berendezéseket az emberek, legtöbb ember hitelről veszi. Sőt, a vállalkozások ugyanígy működnek, a legtöbb vállalkozásnak hitele van. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy a lakosság el van adósodva. Na most, akkor nézzük tovább. Tehát, hogyha megnézzük a szociális hálót, mi a szociális háló? A szociális háló az, hogy családi pótlék, például a szociális háló része, hogy mondjuk a fiatal házasok fölvehetnek ilyen-olyan kedvezményes dolgokat, akár vissza nem térítendő kedvezményes dolgokat. A szociális háló a nyugdíj, hogy a fizetésnek hány százaléka a nyugdíj, stb. Stb. Tehát ez mind a szociális háló része. És nem tudom, tudjátok-e, hogy jelenleg a szociális háló az, ha megnézzük, akár a szocializmustól indulva, a 70-es évektől indulva, az egyik hát legnagyobb mértékű Európában, Magyarországon. Az azt jelenti, hogy ha megnézed itt, mióta van családi pótlék, gyerekenként van családi pótlék, stb. Stb., akkor mit tudom én, szülési segély, meg stb. Stb. Tehát ilyenek régóta vannak. És ha mondjuk átmész Szlovákiába, ugye van, aki most éppen Szlovákiában él, és itt van a teremben, hát ugye meg lehetne őt kérdezni, hogy ott például van-e olyan, mint például nálunk, hogyha mondjuk valaki mondjuk fiatal házas, és fölvesz mondjuk babaváró hitelt, 10 millió forintot, és születik, és vállal x gyereket, akkor annak csak egy részét, vagy akár az egészet elengedi az állam, stb. Stb. Tehát ez is a szociális háló része. Mert ugye vannak olyanok is, akik ugye kinn élnek régen, de hát ugye átjárnak Magyarországra is, ezért ismerik a magyarországi viszonyokat is, meg ismerik a, például a német, vagy a finn, vagy az olasz, vagy a francia, vagy akármilyen viszonyokat, hogy ott mik vannak, és ezért ugye van összehasonlítási alapuk. És ugye régóta tudom, hogy az úgy van, hogy a magyarországi szociális háló az egyik legnagyobb, bár mondjuk az egészségügy is a szociális hálóhoz tartozik, csak úgy mondanám. Milyen egészségügy? A díjmentes egészségügy, az is a szociális háló része. Bár ugye kezdik visszavenni ezt a szociális hálót itt Magyarországon, sőt, ugye ha megnézzük, már tudjuk azt, hogy ez a babaváró, meg csok, meg stb. Stb., ami a fiatal házasokat és a gyerekszületést kedvezményezi, az ugye az idén van utoljára, és állítólag januártól megszűnik. De lényeg az, hogy ez létezik, tehát fogják vissza, na hát most ez megint a jóléti társadalom része a szociális háló. Tehát a jóléti társadalom része a nyugdíj, a jóléti társadalom része az ingyenes egészségügyi ellátás, a mindenféle segély, például a munkanélküli segély, az egyéb, mit tudom, a szülési segély, stb., a
gyerekszületési segély, stb. Stb. Ezek mind a szociális háló része, és ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy emiatt, a szociális háló miatt adósodtak el az országok. És ahol nagyobb a szociális háló, az az ország jobban el van adósodva. Na most miért van ez így? Hát ugye mondhatnád azt, hogy de hát mennyi adót szednek be az országok, mennyi különböző bevételük van, bár most már vámbevétel ugye az jóval kevesebb, mint régen, mondjuk évtizedek ezelőtt, de mégis különböző adókból az államnak vannak bevétele, sőt, még esetleg vannak állami vállalatok, amelyek nyereséget termelnek, ugye a világban vannak állami vállalatok, például a Renault az egy francia állami vállalat, és hát ez nyilván nyereséget termelnek a vállalatok, úgy próbálják megcsinálni, ugye Magyarországon is vannak vállalatok, amelyik ugye állami tulajdonban vannak, nyereséget termelnek, és mégis azt mondhatnád, hogy hát hogy a manóban van az, hogy van egy csomó bevétel adóból is, nyereségből is, és mégis el vannak adósodva az államok, tehát magyarul a szociális hálót nem tudják finanszírozni. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ugyanis megállapodtak az országok, hogy a költségvetési hiányt azt nem finanszírozhatják saját maguk. Tehát nem csinálhatják azt, hogy fogják, ugye a költségvetési hiány az azt jelenti, hogy többet költenek, mint amennyi a bevétel. Oké? És minden országban, Európában biztos, hogy minden országban költségvetési hiány van. Ez a költségvetési hiány, ez pár százalék. A Magyarország éves költségvetése az körülbelül 20 ezer milliárd forint. Na most annak mondjuk a 3-4 százaléka a költségvetési hiány, ki tudod számolni, hogy az mekkora összeg. De azt nem lehet magunknak finanszírozni, azt nem tudjuk megoldani. Képzeljétek, ez úgy működik minden országban, mióta ugye aláírták ezt már régen, az EU-tól meg aztán végképp így működik, hogy a költségvetési hiányt úgy lehet finanszírozni, hogy a forintod átváltod euróra, és a költségvetési hiányt euróban, tehát eurót veszel, érted? Ha nincs euród, akkor hitelre veszel, érted? De majd euróban kell visszafizetni, tehát hitelt veszel, mit tudom én, mondjuk van, csak mondtam egy, a költségvetési hiány mondjuk 1000 milliárd forint, csak most mondtam valamit, akkor 1000 milliárd forintot át kell váltani, hogy az hány euró, és azért eurót kell vásárolni, nyilván ha nincs pénzed, mert hát költségvetési hiány van, akkor nincs pénz, az azt jelenti, hogy hitelre megkapja az ország az 1000 eurót, kamatra természetesen, érted? És ezt ki kell fizetni, érthető ez? Tehát ez azt jelenti, hogy mivel minden évben minden országnak van költségvetési hiánya, ezért gyakorlatilag ez egy csapda, amiben az országok vannak, mert gyakorlatilag ebből nem lehet kimenni, érted? Azért nem lehet kimenni, mert minden évben föl kell venni a költségvetési hiányra minden országnak hitelt, érted? Egy az egyben, ahány forintnyi az a költségvetési hiány, annyi hitelt kell fölvenni, és ezt azzal magyarázzák meg a lakosságnak, nyilván annak a részének, aki ebben foglalkozik, hogy különben, ha ez nem így lenne, akkor elszabadulna az infláció. Ezzel magyarázzák. Na most,
hogy szabadulhatna el az infláció, vagy hogy szabadulhatna ennél jobban el az infláció, ha az a euró, amit kapunk a költségvetési hiány fedezésére, amit ugye hitelből kaptuk meg, az fedezetlen pénzből van. Ami azt jelenti, hogy a pénzeknek a történelem során a pénzeket mindig aranyfedezettel fedezték. Tehát a pénzeknek ugye kezdetben aranyból volt a pénz, aztán később ezüstből, tehát maga a pénznek az értéke volt a fedezet, de azóta, mióta a pénznek gyakorlatilag nincs értéke, mert olyan anyagból nyomják, aminek gyakorlatilag nevetséges értéke van, tehát a papírnak nem sok értéke van, ahhoz képest, hogy mit képvisel, vagy mit tudom én, az alumínium pénznek nem sok értéke van ahhoz képest, amit képvisel, csak most mondtam valamit. Tehát lényeg az, hogy akkor mit csinálnak, ugye? Egy olyan pénzt kapunk, aminek nincs fedezete. Tehát a világon ugye a 70-es években szüntettük meg az aranyfedezetet, a 70-es években szüntettük meg mi magyarok, de például az USA már a 20-as évek végén megszüntette az aranyfedezetet, képzeld el, a dollárnak, és erre most azt hantázzák, hogy a pénznek most az értéke, például a dollárnak a kőolaj a fedezete, ezért hívják petrodollárnak, például ahol mi nálunk, akkor mit lehetne mondani, hogy mi a fedezetünk? Hát azt mondják, hogy a termékek a fedezet, érted? A termékek a fedezet. Tehát, és ugye ha például most ugye az oroszok bevezetik, vagy már talán be is vezették az aranyrubelt, és onnantól kezdve ugye a rubelnek lesz aranyfedezete, vagy van aranyfedezete, de a dollárnak nincs fedezete, hát ugye most kétséges lesz a jövőre nézve, hogy hogy fognak beborulni a fedezetlen valuták. Világos ez? Emiatt? Tehát gyakorlatilag úgy csinálták ezt régen, hogy értsétek, hogy mikor még saját maguk finanszírozhatták az országok a költségvetési hiányt, hogy fogta és az állam kinyomtatott pénzt. Világos ez? A költségvetési hiány fedezésére az állam fogta és kinyomtatott pénzt, és azt kibocsájtotta. Most nem lehet ezt megcsinálni, érted? Hanem venni kell a hiányra eurót, nekünk konkrétan eurót. De ugyanígy van az USA is. Az USA, képzeld el, a Fedtől veszi a dollárt, a Fedtől. Tehát az USA-nak, az amerikai államnak nincs pénznyomtatási joga, kezeljétek el. Az amerikai államnak, az államon belül van egy magántársaság, amiben ilyen milliárdosok a tulajdonosok, például olyanok, csak így nevesebbek, Rockefeller család, és azoknak a bankjától, amit úgy hívnak, hogy központi bank, ez a Fed, amerikai központi bank, ez a Fedtől vehetik meg a dollárt. Az amerikai költségvetési hiány a világon az egyik legnagyobb, és képzeljétek el, az Amerikai Egyesült Államok veszi a költségvetési hiányra a saját pénzét magánszemélyektől, érted? Magánszemélyektől. Így működik a világunk, ez a csodás világ. Úgy át
izélik az emberek fejét, helyettesítsd be a szót, amire szeretnéd, jó? Ahogy csak lehet, érted? És gyakorlatilag most ugye az USA-nak arról szól a története, hogy ne menjen csődbe. Nem tudom, tudjátok-e mióta nincs éves költségvetése az USA-nak, hanem negyedéves költségvetése van, és negyedévente gazsulál országoknak, hogy vegyenek amerikai állampapírt, hogy finanszírozzák a vétellel az amerikai hiányt. Képzeljétek el. Szóval miért? Mert akkor ugye akkor készpénzre tud venni dollárt, és akkor nem kell kamatot fizetni a dollárért. Világos ez? Mert nem hitelre vette. Tehát úgy csinálják, hogy kibocsájtanak értékpapírt, állami értékpapírt, azt megveszik az országok, és abból a pénzből veszi meg az ő dollárját. Világos ez? És onnantól kezdve nem kell finanszírozni ugye hitelből a költségvetési hiányt, de akkor is hitel, mert gyakorlatilag ő kihelyezett pénzt, amit előbb-utóbb ki kell fizetnie kamatra. Világos ez? Tehát magyarul azt a hitelt a lakosság, vagyis hát az államok finanszírozták, hát nyilván az államok, milyen államok, most nem az Amerikai Egyesült Államok, hanem a különböző országok, de hát azon belül ugye a lakosság, azoknak az országoknak a lakossága finanszíroz. Tehát azt mondja, hogy 2017 óta negyedéves költségvetése van az USA-nak, azért, mert negyedévente finanszírozzák a költségvetési hiányát valamilyen ország. Például ugye azt mondták, hogy Kína, mostanában nem, mióta ez a balhéjuk van az USA-val, azóta nem, azóta elsősorban Új-Zéland finanszírozza az Amerikai Egyesült Államok költségvetési hiányát. Jó, tehát egy érdekes világban élünk, ezt most miért mondtam el? Mert ha most pénzromlást látsz, akkor ez a pénzromlás, tudod, ez olyan, mint mikor vihar lesz, és még csak szellő van. Érted? És a szellőből egyre nagyobb szél lesz, majd a végén viharrá fokozódik. Na, szóval körülbelül ez a helyzet most a pénzromlás tekintetében. Tehát ugye még a Covid kezdetén mondtam, hogy nem a Covid lesz itt a probléma a világban, a Covid kezdetén mondtam, hanem a pénzromlás lesz a probléma. Tehát a gazdasági összeomlás, mert ha pénzromlás van, akkor gazdasági összeomlás is van. Jó, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. És minél nagyobb a pénzromlás, annál nagyobb a gazdasági összeomlás. Jó, és ezt rá lehet fogni a háborúra. Csak azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy semmi köze a háborúnak ehhez a gazdasági helyzethez, ami most van a világban, ugyanis számos háború volt a második világháború óta, és mi köze volt a gazdasághoz? Sőt, ha van háború, minden háborút, bizony, akik nem vettek részt abban a háborúban, azok haszonnal élték túl. Ez így van a múlt század óta. Milyen múlt század óta? A múlt század eleje óta. Pedig a múlt század eleje óta volt két világháború, és akik nem vettek benne részt, úgy értve nem, hogy az ő országukban nem folyt háború, így értem a nem vettek benne részt,
tehát az ő országukban nem folyt háború, az mind óriási hasznot húzott a háborún. Miért? Nagyon egyszerű. Mert amikor háború van, akkor áruhiány keletkezik, és lehet oda bevinni árut. Például a fegyver is egy áru. Tehát most gondold végig, elviszik dolgozni, elviszik katonának az emberek nagy részét, főleg a férfiak nagy részét, akkor az azt jelenti, hogy a termelés visszaesik. Oké? Tehát áruhiány lesz, tehát magyarul lehet oda vinni árut. De hogy viszik oda? Hát nehogy már azt, hogy segélyként viszik oda. Hát nagy tévedésben élsz. Hitelre viszik. És azt annak az országnak később majd vissza kell fizetnie. Jó? Csak hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. Ezáltal ugye milyen jó lesz annak az országnak, amelyik hitelez? Hát kamatot kap érte. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy javítja az életszínvonalát a kamat annak az országnak. Tehát a több mint 100 éve úgy van, hogy bárhol a világon háború volt, és akik nem vettek részt benne, tehát nem folyt az országukban háború, azoknak a jó része hasznot húzott a háborúból. Most, amikor téged megetetnek azzal, hogy azért van gazdasági válság, mert háború van, akkor ezt úgy hívják, hogy tudatlanság, jó? Nézz utána a történelemben, meg lehet nézni, gazdasági kimutatások vannak ezzel kapcsolatban, de ha visszaemlékszel a földrajzi tanulmányaidban, például az általános iskolai földrajzi tanulmányaidban, lehet, hogy nektek még nem tanították, de mivel Amerika még akkor ellenség volt, nekünk tanították azt, hogy milyen gazdasági növekedést okozott az első, a második világháború Amerikában, mekkora gazdasági növekedést okozott, akármilyen hihetetlen, a koreai háború, amiben az amerikaiak vettek részt, mekkora gazdasági növekedést okozott a vietnámi háború, amiben Amerika vett részt, érted? Hát nyilván ennyit tudtunk akkor megnézni, mert ugye ez a 4 háború zajlott le akkor. Tehát minden háborút a kívülállók, ha jól csinálják, akkor hasznot húznak belőle. Érted? Azoknak, akik részt vesznek, de akár úgy vesznek részt, hogy a saját területükön nem folyik háború, azok hasznát látják. Oké? Mint például az USA. Hát az USA intézte a vietnámi háborút, a koreai háborút, részt vett a első és második világháborúban, mégis óriási gazdasági növekedést tudott ez számukra eredményezni. Oké? Tehát, amikor te látsz valamit, és mondanak valamit, nem feltétlenül elsőre el kell hinni. Jó? De a dolgoknak utána lehet nézni, vagy utána lehet gondolni, vagy akár a saját tanulmányait az ember föl tudja frissíteni. Tehát most gondold végig, egy csomó ország most azt csinálja, hogy fegyvert ad el. De már lassan nem csak fegyvert kell eladni, hanem termékeket is. Oké? Mert például Ukrajnában gyakorlatilag szinte leállt a gazdaság. Érted? Beleértve az élelmiszeripart is természetesen. Onnantól kezdve nekik valahonnan kell majd venni élelmiszert. Hát azok az országok, akik már szállítják, azok jó kis hasznot húznak belőle. Világos? Az egy új piac. Az egy új piac számukra. Tehát maga a háború az nem okoz
csak azokban az országokban, akik belefolynak, és a saját területüken folyik a háború, okoz gazdasági visszaesést. Világos ez? Persze, lehet ilyen baromságokat csinálni, hogy mit tudom én, akkor nem vásárlunk, mit tudom én, gázt, vagy nem vásárlunk olajat, vagy nem vásárlunk nyersanyagot az oroszoktól. De ez azt jelenti, mintha azt mondanánk, hogy tönkre tesszük a saját gazdaságunkat. Ez ezt jelenti. Mert lehet vásárolni máshonnan, csak sokkal drágábban. Érted? Hát eleve nem mindegy, hogy egy nyersanyag honnan jön. Nem mindegy, hogy mit tudom én, 1000 kilométerről jön, vagy 10 000 kilométerről. Érted? Hát annak van szállítási költsége. Tehát például, most mondok példát, azt akarják, hogy a gázt, ez a legmorbidabb, azt akarják, hogy a gázt ne vegyük az oroszoktól. A gázt. Tehát akkor mit kell azt csinálni, hogy ne vegyünk gázt? Hát honnan vehetünk gázt? Csővezetéken jön most a gáz, érted? Honnan jöhetne? Hát jöhet, ugye, tehát eleve csepp folyosítani kell. Tehát az nem kis technológia, és igencsak megdrágítja a gázt. Utána, hogy gondoljátok végig, a világon nincs annyi tartálykocsi, ami cseppfolyós gázt tudna szállítani. Sőt, tartályhajó sincs, amely tudna annyi cseppfolyós gázt szállítani. Tehát ma az összes cseppfolyós gázszállítás az napi, ami a Földön folyik, cseppfolyós gázszállítás, ami a Földön folyik, ilyen tankhajókon például, az a negyed napos gázfogyasztásunk Magyarországnak. Tehát Magyarország negyed napos gázfogyasztása. Érted? És annyi folyik az egész Földön cseppfolyósított ilyen tankerekben. Érted? Tehát hogy akarják megvalósítani? Nevetséges az egész, tehát az egész egy nevetség. De mindig gondolja arra, hogy ezt úgy hívják, hogy színház. De inkább úgy mondanám, hogy amit szoktak mondani, hogy színjáték, érted? Ez egy színház. Tehát ha az ország, amelyik azt mondja, hogy na majd hoznak nekem cseppfolyós gázt, mondjuk, jóval drágább cseppfolyós gázt, Amerikából, palagáz, ugye annak sokkal drágább a kitermelése, és ugye nem lehet csak úgy átfejteni a cseppfolyós gázt, hanem kellenek ott olyan fajta kikötőkben kellenének olyan üzemek, gyárak, amelyik ezt meg tudják oldani. De hogy csinálnák? Érted? Ez nincs fölkészülő. Tehát az egész, ami most van, az egy színjáték. Tudod miért? Hogy félelembe tartsanak bennünket. Érted? Tehát ha egy ország azt mondja, hogy innentől kezdve, mondjuk egy európai ország azt mondja, hogy innentől kezdve köszönöm, nem kell az orosz gáz, akkor azok az állami vezetők marhák, nem tudok mit mondani. Érted? Azok a lakosság ellen vannak. Az nem a lakosságukért vannak, hanem a lakosságuk ellen vannak. Világos voltam? Persze ezt meg lehet csinálni, csak ezzel tönkreteszi a saját lakosságának az életszínvonalát. Érted? Jó, ha csökkenni fog, de így most drasztikus zuhanást tud elérni. Érted? Tehát gondoljátok végig, hogy ugyanez az olaj. Jó, az olajt nem kell cseppfolyósítani, mert az cseppfolyós, de hol van annyi tanker? Hol van annyi vonat, vagon, olajszállító vagon, érted, tartálykocsi, amennyi olaj kellene az európai országoknak? Hol?
Érted? De ez nem baj, mert eszükbe sincs az oroszoktól nem megvenni a gázt meg az olajat, ezt azért mondják, hogy így csináljuk, hogy ijeszgessenek minket, érted, lakosságot, hogy féljünk, mert az jó, ha féljünk, mert most nem a Covid-tól kell félni, most ettől kell félni, érted? Tehát mindig kell valamitől félni, jegyezd meg, tehát mindig elérik, hogy valamitől kelljen félnünk, érted? Most ettől kell félni, hogy nem lesz gáz, meg nem lesz olaj, érted? Még akkor is, ha van elég gáz, van elég olaj, még akkor is meg tudják azt csinálni, hogy például a gáznál majd csökkentik a nyomást, mert azt mondják, hogy nincs gáz. Az olajnál már csinálnak olajhiányt, tehát benzinhiányt, meg stb. Stb. Direkt azért, hogy a lakosság féljen. Nem azért, mert az oroszoknak azt mondták, hogy ne küldjenek eleget. Nem, hanem azért, hogy a lakosság féljen. Értsétek már ezt meg. Tehát ha valamelyik ország ma Európában azt mondaná, hogy köszön, nem kell az orosz gáz, vagy az orosz olaj, érted? Hát az gyakorlatilag azt jelenti, hogy következő fél évben tönkrement az ország. Érted? Ezt egy se fogja meglépni. De azt fogják mondani, hogy hát megléptük. Honnan tudod, hogy úgy van? Látod a megállapodást? Megmutatják neked majd a megállapodást? Megmutatják azt, amikor aláírta a miniszterelnök, meg aláírta az orosz miniszterelnök? Megmutatják? Dehogy mutatják. Azt mond a média, amit akar. Azt mond az EU, azt sugároz a médiának, amit akarnak. Azt olyan szankciót mondanak ki, amit akarnak. Aztán abból mi valósul meg? Az már jó kérdés. Ha egyáltalán ugye abból megvalósul bármi is. Hát most gondold végig, hát nyersanyag. A európai nyersanyagok nagy része az Oroszországba jön. De tényleg nagy része, milyen 50% feletti rész. Na most, hát ez azt jelenti, hogy hát ha nincs nyersanyag, a gazdaság leáll. Érted? Akkor az azt jelenti, hogy az ország fele így leáll. Érted? Hát ezt valaki meglépi, valamelyik ország vezetése meglépi, azok hülyék, hát nem normálisak. Tehát ha megnézed, visszanézel a világháborúba, attól a kereskedelem folyt. Háborúztak egymással országok, de kereskedtek a háttérben. Érted? Amerika hadban állt a németekkel, és a németeknek küldött olajat, érted? Hát nevetséges, komolyan, nevetséges. És hadban állt a németekkel. Nem hiszem, történetben néz utána. Szóval attól, hogy hadban állnak országok, attól még, hát a kereskedelem nagy része az magán cégeké. Nem állami cégeké. Érted? Attól, ha nem tiltják le a magáncégeknek, attól ők kereskednek. Ha nem mondják azt, hogy ha kereskedsz, akkor börtönbe csukunk, meg mit tudom, ilyen-olyan bírság, és akkor azt mondják, hú, akkor már nem éri meg kereskedni. Érted? De a vállalkozások nagy része, a gazdasági szereplők nagy része, azok magánvállalatok. És azt mondják, hogy szankció, és a vállalatok meg ugyanúgy kereskednek. És akkor mi van? Érted? És akkor mi van? Hát a MOL például, csak a MOL-t megnézzük, nem teljes egészében állami tulajdon. Csak vannak benne állami részvények is. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a MOL az, ha jól tudom, nagyobb részben magántulajdon. Tehát onnantól kezdve, ha azt mondják, hogy mitől én, szankció, jó, hát attól, mivel magánvállalat kereskedik. És akkor mi van? Érted?
Tehát, hogy csak tisztán lássuk ezeket a dolgokat. Tehát a második világháborúban is attól folyt a kereskedelem, hogy háborúztak egymással az országok, pedig az nem most volt, akkor még sokkal több állami vállalat volt, mint manapság. Érted? Szóval itt semmi másról nem szól a történet. A média azt akarja elérni, nyilván a média az milliárdosok tulajdonában van. A milliárdosok meg úgy fütyülnek, nem úgy működnek, ahogy bizonyos emberek fütyülnek nekik. Szóval lényeg az, hogy ezek a médiák, tehát a maga a média, ez azt akarja elérni, tehát a média csak egy eszköz, hogy elérjék, hogy a lakosság féljen. Miért? Mert ha a lakosság fél, akkor a lakosságnak azt adnak be, amit akarnak, olyan cumit adnak be, amit akarnak. Érted? És bármilyen cumit a szájukba tudnak nyomni. Érted? Szó szerint. Szó szerint. Értitek? Tehát egy olyan világban élünk, hogy a lakosság olyan mértékben legyen befolyásolható, amilyen mértékben akarják, hogy befolyásolható legyen. És ha te azt akarod, hogy befolyásolható legyél, semmi gondom nincs, ezzel legyél. Te életed nem az enyém. Oké? Nekem ebben semmi gondom nincs. De ha valaki úgy gondolja, hogy át akar látni a szitán, azt a szitát, amit elé raknak az ember elé, akkor tessék átlátni rajta. Jó? Tehát ez az egész, ami most folyik a háborúra hivatkozva, ugyanolyan kamu, mint amikor a Covidra hivatkoztak. Jó? Akkor is mondtam, hogy az egész egy kamu, a mostani dolog is egy kamu. Nem maga a háború kamu, hanem arra hivatkozás, hogy ez ilyen-olyan gazdasági problémákat okoz. A háború az nem okoz gazdasági problémát. Azért csinálják a háborút, hogy hasznot hozzon. Világos ez? Oké? Tehát a támadó ország is azért csinálja, hogy hasznot hozzon, és a többiek meg azért szítják, hogy hasznot hozzon. Világos ez? Tehát ha például nem akarnák szítani a háborút, akkor nem fegyvereznék fel a gyengébbet. Világos ez? Ennyire egyszerű. Ilyen egyszerű. Minél jobban fegyverzik a gyengébbet, annál tovább fog tartani a háború. Nyilvánvaló. Világos ez? Tehát az a háború szítása, hogy a gyengébbet, már pedig ugye a Ukrajna a gyengébb, fegyverzik. Ezzel szítják a háborút, még több halál, még hosszabb ideig tart az egész. Érted? Még jobban tönkre megy az ország, utána meg lehet menni gazdasági, és tehát lehet menni újjáépíteni a gazdaságot, érted? Meg az egész országot. Mekkora biznisz az, hogy egy új országot, vagy egy fél országot újra kell építeni? Gondold végig, mekkora biznisz? Jó? No, szóval a lényeg az, hogy nyugodtan lehetsz manipulált, nem az én dolgom a tied, engem megmondom, ennyit se érdekel, ha valaki hagyja, hogy manipulálják. Az mindenkinek a saját döntése, hogy hagyja-e magát manipulálni, vagy sem. Jó? De miért jó lenne, ha nem hagynád magad manipulálni? Mert hát nem az anyag miatt születtél ide. Azért ezt jó lenne tudni. Nem azért születtél ide, nem is a fajfenntartásért születtél. Ha fajfenntartásért születtél volna, akkor lenne négy gyereked. Megkérdezem, kinek van négy gyereke itt a teremben? Négy gyerek, de olyat, ami a saját, nem összeszedett négy gyerek. Érted? Hanem, mit tudom én, már háromszor házasodtál, azt van négy gyerek. Tehát innen-onnan hoztak neked, nem arról van szó, hanem úgy, hogy
egy feleségtől 4 gyerek. Ja? Kinek van úgy 4 gyereke? Senkinek. No, jó. Tehát nem jellemző, nem? Miért mondom a 4-et? Mert a szaporodáshoz annyi kell. Érted? Nem 3, hanem 4. Tehát ahhoz, hogy az emberiség nőjön, ahhoz átlagosan 4 gyereknek kell lenni. Tehát ami azt jelenti, hogy azért nő az emberiség, mert átlag most több, mint 4 gyerek van. Világos ez? És nyilván nem Európában, mert Európa csökken. Ezért próbálják a migránsokkal megoldani ezt a kérdést. Oké? És megnézed a migránsok, ez is egy jó téma, ugye, hogy kik jöttek ide? Csupa fiatal férfi. Minek fehér párt keresni? Világos ez? Semmi másért. Nem menekültek voltak ők, hanem azért jöttek, hogy fehér párt keressenek maguknak, a barnák meg a fekete bikák. Oké? Tényleg. Oké? Ezért. Most ez más kérdés, ha megnézed a menekülteket, azok családosan menekülnek. Érted? Családosan gyakorlatilag alig jött valaki Afrikából Európába az elmúlt években. De most Ukrajnából jönnek családosan. Ténylegesen menekültek. Tehát most legalább látjátok, hogy kik a valódi menekültek, és kik azok a menekültek, akik egyszerűen azért jöttek, hogy fehér feleséget keressenek. Én csak úgy mondanám, hogy én voltam az araboknál többször nyaralni, imádják a fehér nőket. Érted? Sokkal jobban kívánják a fehér nőket, mint a saját fajtájukat. Világos voltam? Ilyen egyszerű. Feleségemet is meg akarták venni, mit tudom én, valami 30 tevéért vagy mennyi. Hát ez nem most volt, már annak idején. Szóval, de tényleg, ott alkudoztak velem. Hogy adjam el. Szóval, lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, amit nem azt kell látni, amit a média mond. Jó? Nem azt kell, egy kicsit mögé kell nézni a dolgoknak. És visszatérve arra, hogy nem azért vagyunk az anyagért, és nem is a szaporodásért vagyunk, hanem egyetlen egy dologért vagyunk. A szellem, illetve a lelki fejlődésért. Ezért vagyunk. Oké? Mit jelent a szellemi fejlődés? Nézzük. Mutatom. A szellemi fejlődés azt jelenti, hogy ezekkel a területekkel tudsz bánni. Jó? Jó idő van itt a teremben, nem? Nem kellene kinyitnunk az ablakot ott? Laci, kinyitnád ott a konyhába az ablakot? Az ajtót is. Az ajtó nyitva van, úgy látom. Hogy hadd jöjjön be friss levegő. Köszönöm szépen. Szuper. No, szóval ezekkel a területekkel, tehát azt jelenti a szellemi fejlődés, hogy ezekkel a területekkel jól tudjál bánni. Miért kell jól tudni bánni? Mert ha ezekkel a területekkel nem bánsz jól, rögtön jövök, csak idáig megyek, ezt bekapcsoljuk. És akkor már levegőnk is lesz lassan. Ha ezekkel a területekkel jól bánsz, akkor nem leszel boldogtalan. Érted? Tehát nem leszel boldogtalan. Vagyis
jól fogod érezni magad a bőrödben, de ezeken a területeken akkor fogsz tudni boldogulni, ha van ezekre a területekre tudás, tudásod, méghozzá olyan tudásod, ami módszert is ad, tehát hogy adott helyzetben tudjad, hogy mit kell tenned, mit kell lépned, hogy kell oda eljutnod, ahova szeretnél. Jó? Tehát ez a 10 terület, ez kulcskérdés az életünkben, hogy ezzel jól tudjunk bánni. Ha ezekkel nem tudsz jól bánni, abból elég egyel nem bánsz jól, az nagy mértékben elrontja a hangulatodat. És az ember úgy működik, hogy rossz hangulatban hibát hibára halmoz. Oké? Na most kérdezem, hogy itt van 10 terület. Abból, ugye, ha megnézzük, vannak olyan területek, ami nem feltétlenül csak az anyagról szól. Mert például a 10-es az nem éppen az anyagról szól, tehát ha hatóságokkal jól akarsz bánni, az sem feltétlenül az anyagról szól. Azt mondja, hogy önmagaddal jól tudjál bánni, bár te magad anyag vagy, de csak félig, félig nem. A párod, szüleid, gyereked is csak félig anyagok, félig nem. Hát félig mik? Lelkek. Ami azt jelenti, hogy ugye nem csak anyaggal kell tudni ott bánni, hanem mással is. Nyilván a legtöbb ember az a munkájában valamilyen anyaggal foglalkozik, de ugye ez mit jelent? Hogy olyan munkát végez, amit szeretsz csinálni. Érted? Tehát a munkád olyan legyen, amit szeretsz csinálni. A pénz az anyag, de a pénznek a teremtése az nem anyag, hanem szellemiség. És a környezetedben van anyag is, de érdemes gondolkodni is, a gondolkodás viszont már megint csak nem anyag. Tehát ezáltal, hogyha az ember jobban megnézi, hogy boldoguljon az életében, nem csak az anyagnak a használatát kellene ismerni, hanem annál jobban kellene tudni a gondolkodás, a tudás, a lélek működését, stb. Stb. Kellene ismerni. Tehát itt van ez a 10 terület, ha ezen a 10 területen megnézzük, hogy hol tudsz mind a 10 területre tudást kapni. Milyen iskolában, milyen szervezetben, hol nyújtanak erre a 10 területre, mind a 10 területre olyan tudást, hogy képes legyél minden problémát megoldani, vagy akár később megelőzni a problémákat. Hol? Ha kereshetsz a bolygón szervezeteket, iskolákat, amelyre a 10 területre megoldást nyújt, egyet fogsz találni. És azt úgy hívják, hogy nyílt akadémia. Nincs több. Oké? Tehát, hogyha erre mindre szeretnél tudást, akkor különböző tanfolyamokra, iskolákba, szervezetekbe kellene menned, hogy a tudást megkapd. Itt egy helyen van a tudás, körforgásos alapon. Az azt jelenti, hogy bármikor be lehet csatlakozni, és nem maradsz ki sose semmilyen tudásanyagból, sőt, akár visszamenőlegesen is hozzá tudsz jutni olyan tudáshoz, ami már elmúlt, de majd soká lesz. Tehát még soká lesz, inkább úgy mondanám. A tudás nálunk 30 órában mérhető havi szinten, 30 órában adjuk,
és óránként 330 forint akciósan, hogy bárki számára elérhető legyen. Nem mindig ennyi lesz, meg nem mindig ennyi volt. Ami azt jelenti, hogy ha valaki most elkezdi a tanulást, akkor erre árgaranciát kap 35 hónapra. Oké? És 35 hónap alatt bárhány áremelés lesz, őt nem fogja érinteni. Az első hónap ugye az nem 330 forint óránként, mint a többi hónap, hanem 660 forint óránként az első hónap. Ennyiért sehol nem kapsz résztudást sem. Ma az olyan tudás, ami használható az élet és az ember működésével kapcsolatosan, azt mondjuk 3000 forint alatt óránként biztos, hogy nem kapod meg, de inkább 5000 alatt mondanám, hogy nem kapod meg máshol. De mondom, mindenre kiterjedő tudást nem kapsz csak egyetlen egy helyen a bolygón, amit úgy hívnak Nyílt Akadémia. És ezáltal, hogy ez így van, ezáltal kaptuk azt a küldetést, hogy akik itt tanulnak, azok bejuthassanak az aranykorba. És természetesen, ha használják is az ismereteket, amit tanulnak, bejuthassanak az aranykorba. Az aranykor az egy átmeneti korszak, de egy elnyomásmentes társadalmi forma, ahol az embereknek nem lesz szükségük ilyen központi irányításra, és nem lesz manipuláció. Érthető ez? A központi irányítás az azt jelenti, hogy majd az állam az mindent meghatároz. Nem lesz szükség államra. Érted? Nem lesz szükség. És mégis minden megoldott lesz az aranykorban. Érted? Tehát nem lesz szükség államra, és mégis minden megoldott. Nem lesz szükség például önkormányzatokra, és mégis minden megoldott lesz. Na erre varjál gombot. És én pontosan tudom, hogy ez hogy lesz. Oké? Honnan tudom? Azért, mert aranykor már volt ugye a világegyetemben, és ennek az információjával ugye rendelkeznek egyes magasabb rendű létformában élők, és erről engem tájékoztattak. Oké? Hogy ez hogy lesz itt a bolygón. De lényeg az, hogy gondold végig, ha nem lesz elnyomás, mennyivel könnyebb lesz. Tehát már az egy elnyomás, hogy téged manipulálnak félelemre, hogy félj. Érted? Az már maga egy elnyomás. Csak hogy ezzel tisztában legyünk. Szóval lényeg az, hogy az aranykor egy átmeneti társadalmi forma, ahol az ember már nem kap aranykor, nem kap elnyomást, és az aranykorban mindenki fejlődhet sokkal, de sokkal jobban, mint most. Mert ugye a fejlődés gátja, a legnagyobb gátja az elnyomás. Tehát az elnyomás. Tehát akik nem tanulnak, nem fejlődnek, tehát nem tanulnak és nem fejlődnek, azért nem jutnak oda, hogy kellene tanulniuk, mert olyan mértékben elnyomták már őket a manipuláció révén, hogy azt gondolják, hogy erre nekik nincs szükségük. Pedig minden ember arra született, hogy legyen, még egyszer mutatom, egy szellemi fejlődése, és ez volt a szellemi fejlődés, és legyen egy lelki fejlődése. Ez a lelki fejlődés. Tehát a lelki fejlődésnek van 7 szintje, és ha jobban megnézed, a legtöbb ember most ezen az 1-es, 2-es szinten van. Kevés olyan embert
ismerhetsz, aki mondjuk 4-es vagy 5-ös szinten van. Nagyon keveset. Arra nem is beszélve, hogy olyat, amelyik 6-os, 7-es szinten van, max elvétve találkozol. Hát a legtöbb ember egyértelműen kiderült most itt az elmúlt 2-2,5 évben, hogy a túlélés és a biztonság szintjén vannak. Nem is gondoltam volna egyébként, hogy ennyi túlélés szintjén lévő ember van ténylegesen. Én azt gondoltam, hogy egy olyan társadalomban élünk, nyugati rendszerű társadalomban, ahol a legtöbb ember már nem a túlélés szintjén van, hanem a biztonság szintjén. És kiderült, hogy ez nem így van. Tehát bebizonyosodott itt, hogy a legtöbb ember az a túlélés szintjén van. Honnan tudod, hogy a túlélés szintjén van? Illetve én honnan tudom, hogy a túlélés szintjén van? Akinek az élete, a életét a félelem járja át, az túlélés szintjén van. Világos ez? Annak köze nincs még a biztonsághoz. Sem. Oké? Jó, úgyhogy ilyen egyszerű. Szóval ezeket a lelki szinteket végig kell csinálni. És az a helyzet, hogy a 6. lelki szinten tud az ember bejutni az aranykorba. Oké? És a 4-es lelki szinttől nem tudsz, tehát a 4-es lelki szintet már nem tudod elérni, ha nincs saját csapatod. Oké? Tehát saját csapat nélkül csak a 3. lelki szintig tudsz eljutni. Oké? Miért fontos a saját csapat? Mert nem tudsz megélni saját csapat nélkül olyan dolgokat, amit a csapaton keresztül élsz meg. És gondold végig, melyiket szeretnéd? Ugye, miből tanul az ember? A problémákból. Oké? Tehát az ember nem a jó dolgokból tanul. Pedig te mindig jó dolgot akarsz magadnak. Az ember a problémákból tanul. Világos ez? Na most, ez azt jelenti, hogy mennyi problémát akarsz az életedben? Nem jobb lenne, hogyha mások, rengeteg sok ember problémáját ismernéd, és nem saját magadnak kellene megélned a problémát? Tehát ha te be akarsz az aranykorba jutni, akkor neked nagyon sok problémára kell, hogy legyen megoldásod. Világos voltam? Tehát az azt jelenti, hogy ezt a nagyon sok problémát te akarod megélni, akkor neked itt valami nem stimmel. Tehát én úgy voltam ezzel, hogy én nem akarok sok problémát megélni, ezért kell, hogy legyen csapatom. És emberek megélnek sok problémát, amiben bevonnak. Nem úgy, hogy na, akkor most már egyre több ember problémázik azon a problémán, hanem úgy, hogy tudok arról a problémáról, érted? És tudok neki segíteni a problémájának a megoldásában. Világos ez? Képzeld el, van olyan technológia, létezik olyan technológia, amely bármi probléma létezik az életben, segítséget nyújt. Érted? Tehát létezik ilyen technológia. Tehát bármi probléma legyen, segítséget nyújt.
Tehát ami azt jelenti, hogyha az ember találkozik egy olyan problémával, amivel még nem találkozott addig, akkor is tud segíteni, ha ismeri azt a technológiát, ami minden problémára segítséget tud nyújtani. Világos ez? No, és akkor nézzük tovább. Tehát itt van 7 szint, a 7 szint, a 7. szint, az a magasabb létformába kerülés, tehát visszakerülés abba a létformába, ahonnan jöttünk. Honnan jöttünk? Minimum angyal voltál az emberi létforma előtt. Hogy mikor lettél emberi létformába, mikor kerültél emberi létformába, az egy jó kérdés. Nem feltétlenül kell tudnod. És nem is javaslom, hogy elkezdj utána nézegetni. Oké? Mert teljesen mindegy, mikor kerültél be. Nem az a lényeg, hogy mikor kerültél be emberi létformába, hanem az a lényeg, hogy mikor kerülsz ki belőle. Érted? Ez a lényeg. Tehát itt és most a történelemben még nem volt ilyen, hogy az emberiség lehetőséget kapott volna, hogy tömegesen kikerülhessen az emberi létformából. Tehát még ilyen nem volt. Oké? Tehát voltak olyan csoportok, sőt olyan népek is, akik egyszerre felkerültek. Tehát egyszerre. Nem mindenki, de onnan sokan. Például az inkák. Oké? De, és még mások is, de nem ez a jellemző. De olyan, hogy például az egész bolygó nagy része felkerülhessen, ilyen lehetőség nem volt. És ennek egyetlen egy oka lehet, hogyha az emberek tanulnak és elindulnak a lelki fejlődés útján. És bekerülnek a 6-os szintnél az aranykorba, 6-os lelki szintnél. Tehát nézd meg, emberként a mai világban kell megélned 5 szintet, és utána az aranykor már csak egy szint. Az aranykorban már csak egy szintet kell lépned tovább. Pedig nem lesz elnyomás, de mégis az az egy szint, az nem kis tudást fog jelenteni. Érthető? Tehát gondold végig, mire bekerülsz az a felső létformába, az aranykorba például olyanokat is meg kell tanulnod, hogy hogy tudjál anyagot teremteni. Hogy tudjál például kilépni a testedből. Ezt felejtsd el még itt az emberi létformába, tehát az aranykor előtt. Világos ez? Jó? Tehát anyagot teremteni, miből? A térből, az energiából, érted? Jó, stb. Stb. És most csak 2 dolgot mondtam. Tudod, miért nem lehet megtanulni a jelenlegi társadalmi formában? Mert visszaélnél vele. Azért. Világos voltam? Mert az etikát nem műveled magas szinten. Oké? Ezért. Jó? Úgyhogy aki bekerül az aranykorba, az magas szinten kezdi el művelni már az etikát. És nem él vissza a tudással. Világos ez? Tehát az emberiséget megnézed, a tudatlan embereket megnézed, a tudással mindig visszaéltek. Oké? És most is tanítanak embereket különböző technikákra, és az emberek, mivel nem művelik magas szinten az etikát, visszaélnek a tudással. Jó? Tehát az aranykorban lesz olyan tudásátadás, amire én tudom, hogy most vágynátok. Csak erre a fentiek azt mondják, hogy oké?
mert tudják, hogy az etikátlan ember mennyire él vissza a tudással. Jó, szóval ránézek az órára, és azt láttam, már túlléptem minden időt. Gyertek tanulni, itt van egy közösség, ezzel tudod teljesíteni a valahova tartozás szintjét, és innen tudsz tovább lépni a negyedik, ötödik lelki szintre, mert lehetőséget biztosítunk arra, hogy lehessen saját csapatod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a képzést is. Hát mindig kapunk valami újat. Én ahogy ide kerültem a PPH-hoz, azonnal, ahogy hazaértem az első szemináriumról, elmentem az összes barátomhoz, és elmondtam nekik, hogy megvan az a tudás, amit itt kerestünk, ugye én is nagyon sok tanfolyamot elvégeztem, ők is, tehát spirituális emberek voltak, és mai napig a nagy része itt van még az én csapatomban, tehát belőlük alakult ki a csapat. Én kötelességemnek érzem, akár hülyének néznek, akár kicsúfolnak, akár nem, az, hogy én mindenkinek elmondjam, amiről tudok, és ugye régóta tudom, hogy az aranykort létre kell hozni. Nekünk föl kell fejlődni egy olyan szintre, ahol mindenféle külső segítség nélkül egészségesen, tudatosan, magas rezgésen tudunk maradni, mert semmi más esély nincs arra, hogy így bejuthassunk. Ehhez kapjuk meg itt azt a tudást, ami lehet, hogy a tudás máshol is megvan, de az alkalmazási technika nincs, mert én is ezt kerestem, és ezt találtam meg itt. Lehet menni előadásokra, motivációra, akármire, lehet jól érezni magunkat. Mindenki a vesztébe rohan, aki nem készül fel, és nem készíti fel, akiket vállalt, mert tudjuk, hogy lelki szinten ezt is vállaltuk. Én nagyon örülök a csapatomnak, valóban a megélések, tehát minden úgy van, ahogy Szedlacsik Miklós elmondja, mert hogy egy olyan tanítónk van, aki tényleg mindenre figyel, és mindenben tud tanácsot adni, segíteni. Hát én is megköszönném Szedlacsik Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ami velünk történik, azok nem történnek véletlenül. Nem véletlenül hallgatsz minket, nem véletlenül vagy itt, ez minden a te érdekedben történik. Hogy valamit nem ismerjük az okát, az még nem jelenti azt, hogy nem te érted történik meg a dolog, nem változtat a valóságon semmi, attól függetlenül, hogy te nem tudod. Gyakran azért vesztünk el valamit vagy valakit, mert már megkaptuk tőle az összes leckét, amit valami újra, jobbra akarunk, hogy a helyébe lépjen, és ezt ki kell használni. Használd ki te is a lehetőséget itt a PPH-nál, ha most hallgatsz minket, gyere velünk, döntsél, és tarts velünk. Itt a helyed. Most pedig szünet következik, szünet után coachképzésünk lesz, melyre ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket, akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. 30 perc szünet következik, hogy mondják.